Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagy hagyománya van a tűzoltó mozgalomnak, kezdték a Megyei Tűzoltó Szövetség évértékelő közgyűlését. A rendezvényen elmondták, a szövetség bírósági bejegyzése 1909-ben történt, majd a 70-es, 80-as évekre megtorpant a mozgalom. A Tűzoltó Szövetséget 1992-ben sikerült újjászervezni. A Megyei Tűzoltó Szövetségnek 67 tagja van. A 67 tagból 42 az, amelyik önkéntes tűzoltóegyesület, illetve létesítményi tűzoltóság, és vannak olyan szervezetek is, akik a tűzvédelemmel foglalkoznak. A szövetség minden évben megtartja évértékelő közgyűlését, ahol az előző évi közös munkájukat elemzik. Gyakorlatilag egy ilyen évértékelőnél mindenről számot kell adni, hiszen az elnökség végzi a munkáját. Gyakorlatilag az elmúlt év kiemelkedő rendezvényeiről volt Balkányban egy létesítményi és önkéntes tűzoltóverseny, volt lépcsőfutóverseny, volt ifjúsági katasztrófavédelmi verseny, voltunk más megyékbe versenyekre, meghívásra vettünk részt. Tehát tulajdonképpen erről adunk számot, illetve hát a pályázatok eredményéről, ami egyébként úgy egy-egy egyesület számára ismert, hiszen amit nyert, azt tudja, de hogy a többiek is megismerjék, hogy a elnyert pályázaton vagy megszerzett felszerelésekkel mit tudnak kezdeni. A közgyűlésen a 2013-as lehetőségekről is szóltak, mint mondták, az előző évben eszközbeszerzésekre tudtak pályázni, idén anyagi forrásokhoz szeretnének jutni, hiszen az egyesületek működései sokszor veszélybe kerülnek.